napsütéses, édes napot mindenkinek! Ragán Edit vagyok, a Vaskakas Bábszínház bábművésze. Győrben születtem, Győrben jártam középiskolába, főiskolára, és eddig 25 évet koptattam a 750 éves Győr 30 éves bábszínházának színpadát. Szívesen sétálok, bringázok egyik szeretett városrészemben, Szigetben, itt a győri keksz és ostyagyár, illetve annak megmaradt épületei között. Az édes győri otthonokban szinte minden felnőtt és édes gyerkőc majszolt már a győri édes termékeiből. Édes nyarakon az édes lányoknak az édes csókok mellé az édes fiúk gyakran kedveskedtek Győrben készült édességekkel. Én is kaptam, nem egyszer. Ha pedig nem, hát magam sütöttem, mert tudok és szeretek. A környéket mindig a friss vanília illat lengte be. Ha a szélirány megfelelő volt, akár a belvárosban is lehetett belőle szippantani. A finom vanília illatot az édesanyák ruháján, sőt haján is lehetett érezni, amiből a gyerekek azt gondolták, hogy vanília illatú parfümöt használnak. Itt, ezen az egykor rendezett területen, a Gőzmalom utcában indult az ország meghatározó édesipari gyárának, a győri keksz és ostyagyárnak több mint 120 éves kiemelkedő története, amikor Bécsből megérkezett két iparmágnás, Köszlin Lajos és Heller Gusztáv, valamint a lottónyertes Diamant Emmanuel egy vagon pénzzel, modern sütőgépekkel és 50 a gépekhez értő szakemberrel. Ránk maradt régi épületei az irodaház, a dolgozók lakhelyén szolgáló munkásszállás, vagy a később bábszínházba járó gyerekeiknek épített 44 férőhelyes bölcsöde. Mintha a munkakezdést jelezné a gyárban. Pista bácsi mesélte, hogy az első hajnali dudálás, amire a győriek azt mondták, hogy fúj a gyár, még az ágyban találta azzal a jó érzéssel, hogy van még ideje az indulásig. Majd biciklire pattant sok száz társával együtt, s a második duda szó jelezte, hogy már tepernie kell, ha nem szeretne elkésni a munkából. A gyár készített sós és édes kekszeket, töltött ostyát, cukorkákat, csokoládét. Csokoládé! Bocsánat, valaki csokoládét emlegetett? Szia, Artur! Te mit keresel itt? Picurt várom, hogy hazaérjen az iskolából, de hogyha csokoládéról van szó... Épp most vásároltam a boltban egy kis édességet. Ha szeretnéd, megkínállak. Ó, hát persze, hogy szeretném, de várjál! Jövök, Edit, kapjál el! Artur! Nem hisztál te egy kicsit? Mi? Hát az nem létezik. Artur! Hol vagy? Itt vagyok, Edit. Jaj! Na, lássuk! Mit vettem a boltban? Mit szeretnél? Mit vettél? Van például Albert keksz. Albert keksz? Hát az egyáltalában nem csokoládés. Ó, pedig Viktória királyné férjéről nevezték el. Van Filóta Piskóta tallér. Ó, Filóta Piskóta, azon már van csoki a külsejében. És? Nézd csak! Filóta keksz. Ó, igen, azt már ismerem. Ez is csokis, és nincs olyan gyerek, aki ne így ette volna. De finom, na? Ne add meg a csokimat! Jó, kap másikat. Ide néz. Tessék! De van Balatonszelet is. Balatonszelet? De hát az sokkal messzebb van, mint a rába. Nem baj, egyél! Negró, ami a torok kémény seprője. Nápolyi, amit a győriek a mai napig speciálnak, vagy rövidítve specinek hívnak, és nem a gyárban dolgozó speciál ernő, de nem is a speciál nevű vágógép, hanem a specialité néven gyártott, töltött ostyaszeletek után. A csokoládé laktató, gyerekeknek is adható, sok-sok ízben kapható, ő a csoki, jaj, de jó! Ő a csoki, jaj, de jó! Artur! Összenyomod! Sütemény van benne! Sütemény? Hát abból is kérek! Aki nem a boltból vásárolt termékekkel szerette volna édesség utáni vágyát csillapítani, a számos cukrászda kínálatából válogathatott kedvére.
Ó, milyen friss, kedves Eszterházyné. Pedig ma igazán meleg volt a Stercukrászdában. Bizony az élet nem habos torta. A korzóban már limonádét osztanak. Csokolom, Eszterházi néni! Csokolom, Rákóczi túrozni! Jaj, milyen szép, nagyra nőtt gyermek! Igen, talán a Niederhauser vagy a Frückfürzukék édes gyermeke. Oda nézzen, azzal a fes fiatalemberrel a minap a Vincék cukrászdájában is összefutottam. Kis kezüket csókolom. Jó napot. Jó napot. Csinos, jól öltözött. A találzatos szolgálja nagysága. Este elhúzom a nótájukat a leló teraszán. Ott leszünk, Rigója. A Vermanék krémesével együtt. 1939 tavaszán a mai Bartók Béla út 7 és Csaba utca sarokházában nyitotta meg első cukrászdáját a 25 éves Bergman Imre, akit a szülei azzal a biztató mondattal indítottak útjára, hogy Eredj fiam, szerencsét próbálni! A Bábszínházban sok mese kezdődik így. A másodikat 1955 nyarán nyitotta, amit az Attila utca 31 szám alatti családi házok átépítésével alakított ki, és a közelmúltban fel is újítatott. Az aranykoszorús cukrászmester üzlete valóságos kis cukrászati múzeum. Mario del Monaco olasz operaénekes, amikor Budapestre tartva átutazott Győrött, kísérője elhozta ide francia krémest enni, ami annyira ízlett a világhírű tenoristának, hogy becsomagoltatott magának 10 darabot, és így búcsúzott a kuktasapkás őszhajú mestertől. Ilyen cukrászda, mint a magáé, nálunk Itáliában is alig van. Tudja, az ilyen kuglófillatú konditorej. Vendégkönyvükben Szendrő József, Latinovics Zoltán, Rutkai Éva és még számos híresség beírása található, amelyekben a Bergmanék által készített francia krémes ízére emlékeznek, ami ropogós, vajas leveles tésztából készül, benne főzött, tojásos vaníliakrémmel és tejszéhabbal, a teteje karamell fondannal áthúzva. Örök rejtély, hogy a krém miért is nem áztatja fel a tésztalapokat. Hogy tud mindig ropogós maradni? Legyen az ő titkuk, ne is firtassuk, szimplán élvezzük. Edith, nagyon finom ez a krémes, de ez sokkal kevésbé csokoládés, mint bármi más ezen a világon. Tudod mit? Mit? Készítek neked egy igazán csokoládés tortát. Juhu! Nem is akárhol. A Habosban. A Habosban? Juhú! Győr legrégebbi cukrászdája után most menjünk el a város legfiatalabb cukrászdájába, a Habosba, az édesek és kávéba. Juhú! Nem messze az egykori Stern cukrászdától, itt a Bajcs-Zsilinszky utcában kezdte meg működését alig másfél évvel ezelőtt a Habos, édesek és kávé. Egy cukrászüzem nagyon hasonlít egy jól felszerelt otthoni konyhához, csak mindenből több van, a gépek teljesítő képessége nagyobb, és van munkaruha. Lássunk is hozzá! Győr megyei jogú város önkormányzata pályázatot írt ki a győri székhelyen rendelkező vállalkozóknak, cukrászatoknak, Győr városi rangra emelésének 750. évfordulója alkalmából az év tortájának elkészítésére. Indulni hagyományos és mentes alapanyagokból megvalósított egy-egy tortával lehetett. A Habos mind a két kategóriában indult, és mindkét tortájával elnyerte az első helyezést a május 4-i döntőben. Csokko, csokoládé, habcsok tetején. Csokko, csokoládé, édes élet ezer sütemény. De hát abban akkor nincs is csokoládé. Abban nincs. De ide néz. Ez egy könnyed égcsokoládés musz torta. Égcsokoládés? Hát akkor ezt muszáj megkóstolnom. Várj, felvészítjük. Jó! A jubileumi torták receptjei nyilvánosak, így akár otthon is elkészítheti mindenki. Aki pedig nem tud sütni, az térjen be egy olyan cukrászdába, ahol megkóstolhatja. Ezzel a tortával köszöntjük a 750 éves Győrt. És a 30 éves vaskakas bábszínházat is. Igaz. Boldog születésnapot!